Európai viszonylatban Romániában a legalacsonyabb szintű a pénzügyi közvetítési tevékenység. Ez így nincs rendjén, úgy tűnik a cégeknek nincs szükségük hitelre, mondta Mugurisza Rescu jegybanki kormányzó. A Román Nemzeti Bank kormányzója a pénzügyi stabilitásra vonatkozó jelentés kapcsán számolt be arról, hogy egész Európában, Romániában a legalacsonyabb szintű a pénzügyi közvetítési tevékenység, azaz a pénzügyi intézetek nagyon kevés hitelt adnak a cégeknek. Ennek hátterében az állhat, hogy sok vállalat, főként a multinacionálisak, külföldi pénzintézetekhez folyamodnak kölcsönért. Na de mi történik a kisebb cégekkel? Nincs szükségük hitelre? Hogyan élnek meg? Hogyan adnak fizetéseket? Tette fel a költői kérdéseket a jegybank kormányzója. A pénzügyi közvetítési tevékenységünk a legalacsonyabb szinten van európai viszonylatban. Valaki azt mondhatná, ha alacsony a pénzügyi közvetítési tevékenység, alacsony szinten van a hitelezés, és akkor alacsony a kockázat is. Akkor miért töri a fejét kormányzó úr? Hát sokkal jobb így. Nincs kockázat, ha nem nyújtasz hitelt, nincsenek kockázataid, ugye? Úgyhogy nyugodtak maradhatunk ilyen tekintetben. Hát, sajnos ez nem éppen így van. A helyzet addig fajult a jegybank kormányzója szerint, hogy jelenleg nagyobbak a megtakarítások a bankokban, mint amennyi hitelt folyósítanak. Hitel nélkül pedig elég nehéz befektetéseket eszközölni, mondta, hozzátéve, hogy a betétekből finanszírozza az állam a deficitet. Valaki még azt mondhatná, hogy a bankok pártfogója vagyok, de az is igaz, hogy a pénzintézetek sem adhatnak kölcsönt úgy, hogy nincs rá garanciájuk, hogy azt törleszteni is tudja a hiteles, fogalmazott Mugurisza Rescu.